Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Mai prezentációnkban az MLSZ közgyűlésen elhangzott Csányi Sándor lardorú szakmát érintő gondolatait értékeljük, illetve azt az utánpótlás képzés fejlesztésére létrehozott stratégiai vitanyagot, amely eljutott hozzám. Prezentációt türelmesen nézveig, hiszen a csattanó a végén fog jönni. Prezentációnk címe: Csányi elnök úr önt becsapják. Ferenci Attila játékelmet kutató és fejlesztő vagyok. Csapjunk bele az előadásba. Ne feledd, mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen. Már pedig most a dühítő részével fogunk foglalkozni, hogy a futballfélműveltek hogyan csapják be a komplet emelek szelnökséget, köztük Csányi Sándor elnökurat is. Ne feledd, élő és online tanfolyamokat szervezünk a futballtrader.hu per kredit oldalon, nem sokára föltesszük a folyamat és képmodellezett labdarúgó képzés című oktatási anyagunkat. Csányi Sándor egyik vezér gondolata a ezen a küldött közgyűlésen az volt, aki képezni akarja magát, annak minden lehetősége megvan arra, hogy kiváló ismeretekhez jusson. Nos, értékeljük ezt a gondolatot. Azon csodálkozom, hogy az MLS elvárása csak annyi lenne, az edzők felé, hogy aki képezni akarja magát. Mondja ezt akkor az MNS elnökkel, amikor tudásdeficit miatt gyenge a magyar futball. És ha nem akarja magát képezni, akkor tudatlanul dolgozhat a magyar futballban? Miközben az MLS azt állapítja meg, hogy 6 és 12 év között gyenge a képzés minősége, mutogat a végeken dolgozó edzőkre, majd utána azt közli velük, hogy hát ha akarod, akkor képezd magad. Egy kicsit abnormális állapot az éleményem szerint. Hol van ez a kiváló ismeret, amiről az MLSZ elnöke beszél? Az MLSZ gyakorlattárában? Amelyel újra termeljük a gyakorlatban gondolkodó edzők prototípusát? Amely az edzői szakma majdnem legalja? Vagy esetleg a már kiinduló pontjában elvihívás tankönyvben, amiről beszélünk? Vagy a semmiről sem szóló kredites képzéseken? Ahol még szakmai vita sem alakulhat ki, hiszen webináron megy a képzés maga. Na most, ha ezt összevetjük esetleg az általán üzemeltetett weblappal, ahol hetente fölteszünk minimum egy cikket, amely játékelméleti kérdéseket feszeget, hát valóban kiváló ismeretekhez juthat az, aki eljut egyáltalán a futballtélet.hu oldalig. De nem az MLS által történik mindez, hanem történetesen általam meg a kollégáim által, akik ingyen teszik közzé a tudásokat. Újabb kérdés merül föl, hogy egyáltalán ki mondta az elnök úrnak, hogy kiválóak ezek az ismeretek? Csak nem az mondta ezt, aki írta, esetleg az edzőképző. Hát most az elnök úrnak én adtam kb. 15 szakkönyvet az enyimeimből, ingyen, térítésmentesen. Hát jó lenne esetleg összevetni az abban leírtakat az edzőképző anyagába. De az edzőképző anyagában egy bővített mondat nincsen. Gyakorlatilag a powerpointos prezentációkat szedték sorba, a mondatokat, és színes képekkel kiegészítették. Arról nem is beszélve az edzőképzésen, nem átfogó futballgondolkodást adnak az edzőnek, ami cél lenne, hanem megmondják, hogy mikor mit csinálják. Azt már nem tudja az edző, hogy miért azt kell csinálni, meg miért pont úgy, arról lövése sincsen. De ennek ellenére elégedett az edzőképzéssel az MLS vezetése. No, hát nézzük a következő Csányi Sándor mondatot, azt mondja az edző képzőről, hogy az edzőképző anyag a nemzetközi színvonalú. Hát itt látható az edzőképző anyaga, ezen a baloldali képen kétségtelen színes érdekes kiadvány, nagyon jó minőségű ö, grafikával és nyomdatechnikával, de hogyha mondjuk mellé tesszük ezt a másik könyvet, hogy olvasd a játékot, hogyan nézzünk foci meccset, és ezt három blog elírta, akinek még edzői végzettsége sincs, és ha mondjuk ha az elnök úr elolvasná legalább ezt a könyvet, ha az enyémet nem is, ami az ingyen van, de csak erre áldozni egy 4000 forintot elolvasná, akkor láthatná az ég és föld a különbség a kettő között. Az a játékot az három blog a holisztikus futball megközelítéssel közelíti meg a labdarúgást. Még a másik a három részes könyv, illetve a további könyvek azok a futballt részelemére szedik, olyan részelemére, amikor már semmi értelme nincs a vizsgálat szempontjából a felosztásnak. Ez maga a, 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 a szégyen a magyar szakmára nézve, hogy három Kókler blogger, ezt csak így idézőben mondom, komolyabb szakanyagot tesz le, mint a grassroots-tól a prolicencig tartó edzőképző anyaga. Nos, ugye mondtam, hogy a tankönyv kiinduló gondolata is már elvi hibás. A könyv arra a kérdése keresi a választ, hogy mi milyen alkatrészből áll. Miközben mi milyen alkotó elemből áll, erre a kérdése kellett volna keresni a választ. Erre egy egyszerű hasonlatot mondok, a molekula és az atom összefüggésében. A molekula az a legkisebb egység, ami visszaadja egy anyagnak a minőségét. Azonban, ha annak a molekulánk az atomi szerkezetét vizsgáljuk elektron, proton, neutron szinten, az már nem adja vissza az anyagi jellemzőket. Nos, a futbalt atomi, elektroni, protoni, neutroni szintre lebontották, aminek semmi köze már labdarúgáshoz. Olyan elemi részekre lebontották, hogy, hogy semmi köze az ég a világot. Tehát nem funkcionális egységekig jutunk el, mint a molekula, történetesen, hanem nem funkcionális egységig. Most a futballt ezeken keresztül kezdik el oktatni. A jelenlegi képzés logikai váza a következő. Vannak a teljesítmény összetevők, és vannak a korosztályok, amit mellé rendelnek. A teljesítmény összetevők a technika, a taktika, erőlét. További aspektusokat tesz hozzá az edzőképző, pszichológai, pedagógiai nézőpontok. A taktikát továbbosztja egyéni csoport, csapat taktikára, majd ehhez a 7 darab aspektushoz mellé rendel 7 darab korosztályt. Az azt jelenti, hogy 7 x 7 49 dolgot kell tudni az edzőnek, figyelembe venni különböző aspektusokból, hogy egyetlen futballistát tudjon csinálni. Összezavarja szerencsétlen edzőt, és történetesen semmit nem tud kezdeni az anyaggal. Tudnélék, a képzés képzést, egy tanter típusú képzés keretében rakja össze, miközben az UEFA 1995-ben kimondta, hogy a futballt futball probléma megoldásán keresztül kell oktatni. A tanter típusú képzésnek az a baja, hogy az mindig az átlagra van szabva középszerre. Ha valaki nem marad, nem illeszkedik a tanterbe. Ha valaki nagyon jó, az sem illeszkedik a tanterbe. De amikor a futballt én a futball problémán keresztül oktatom, akkor mindig azt oktatom, ami a futball problémát okozza, amitől nem folyamatos a játék. Na most ezt 95-ben meghirdette az UEFA, ezt bot és mezei kettősnek nem sikerült átvennie, de ugyanúgy nem sikerült átvennie az őket követő további edzőképző igazgatóknak sem. Nézzük Sándor, Sány Sándor újabb bölcseletét. Mindenki abban gondolkodik, amiről ismerete van. Ez kétségtelen, hiszen a stratégiai program is azt a szellemi minimumot mutatja be, vagy mutatja be az MLS részéről, mint amiről ismerete van. Most nézzük az ismereteket. Azt mondja Csányi Sándor, az utánpótlásba áramló pénz nem hasznosul megfelelően. Látható, hogy az elnök úr pénz és hatékonyság összefüggésében gondolkodik. Ha probléma van, mit mond az MLS? Hát vegyük meg. Ellenben, ha probléma van, mondjuk szakmai probléma, akkor Szűz Gyula azt mondja, hogy gondoljuk át, oldjuk meg. Nála például problémaként merült, merült föl, hogy hogyan kell egy labdával edzést tartani úgy, hogy a csapatjáték minősége nőjön. Na most ezt a támadó a labdarúgásban című könyvében leírt 1961-ben. Tehát ez kétfajta megközelítése a problémának. Na most én, aki szakíróként gondolkodom, én a tudás és a hatás, tény, hatékonyság összefüggés rendszerébe gondolkodom, én azokat a kérdéseket tenném föl, hogy hasznosul-e az a tudás, ami ma iparági szinten rendelkezésre áll. Hát nyilvánvalóan nem hasznosul, mert az edzőképzésen mindig az aktuális igazgató tudása jelenik meg. Az iparági tudás az nem jelenik meg, hiszen odáig se jutunk el egyáltalán, hogy a tudást felismerjük. A tudókat be se tudjuk azonosítani. Az MLS vezetésének a tudatáig nem jut el az, hogy a rendszerből a tudás hiányzik. Itt van Márko Rossi esete, ahol kimondottan Rossi mint szövetségi kapitány szellemi tőké jelenik meg a válogatottnál. És ez nem jut az MLS vezetőnek az agyáig, hogy a tudás hiányzik a rendszerből. Az MLS-nek az a legnagyobb problémája, hogy én a futball közellensége, mert felhívom a figyelmet, hogy futball és tudatlanokkal van tele az MLS. Tehát mindenki jól dolgozik, csak senki sincs a helyén, ahogy Sisa Tibor mondta. Ennek ellenére, ennek ellenére úgy látszik, nem tudunk hatni az MLS vezetőségének az agyára, hogy egyáltalán tudást próbáljuk a rendszerbe vinni. Ami kétségtelen egyébként, hogy az, az nem kerül nagyon sok pénzbe, az MLS meg szeretne pénzt költeni. Tehát egyszerű excel Lights világító pólót venni, tech venni, meg spárt góját venni, vagy bóját venni. Tehát minden baromságot egyszerű venni, csak hogy a futballhoz ne értsen az edző. Tehát ha úgy tetszik, az MLS intézményesített keretek közt tartja a félművelten futballbután az edzői társadalmat. Mindenki abban gondolkodik, amiről ismerete van, mondta Csányi Sándor. Haladjunk tovább. Azt mondja az utánpótlás stratégiai program anyaga. Nem az életkori sajátosságoknak megfelelők az edzések. Ezeket a hiányosságokat az aranykorban nem szerezték meg. Ezt 15 éves korban már nem lehet megtanítani. Na most itt többfajta állítás zajlik ebbe a pár mondatba. Az első dolog az, hogy 15 éves korban már nem lehet megtitani. Hát erre pont ellenpélda a Verebes József rábehető esete, aki a 30 éves magyart, vagy milét, vagy pócikot tanította meg, hogyan kellene futballozni. Tehát az élethosszig tartó tanulás az a futballban is igaz. Nem zárul el 15 éves korban, de hát valójában kik mondják ezeket a gondolatokat? Hát ezeket a gondolatokat azok mondják, akik a gyermek biológiai fejlődéséből vezetik le a képzési anyagot. Azok mondják, akik nem értenek a futballhoz, és elméletet gyártanak saját maguk nem dolgozására. Hogy nehogy bármit is csinálnia kelljen. A legszebb az az volt, mikor vpp t nyilatkoztak, hát a focira születni kell, az nem tanítható. És akkor onnantól ezzel lezárul minden, nem is kéne edzést tartani. Vagy egyáltalán minek igazolják le akkor az akadémiákba, hogyha ha olyan edzők vannak ott, akik úgy ítélik meg, hogy semmit nem lehet fejleszteni a 15 éves játékoson, illetve nem lehet pótolni a dolgokat. Hát az U17-es válogatott, illetve a Ferencváros értékelésénél mutattam azt be, hogy hogyan lehet funkcionális utasítást adni úgy a játékosnak, hogy azonnal a csapatjáték minősége nőjön. Tehát még edzés nélkül is, edzés nélkül is egy jól irányított mondattal lehet fejleszteni a csapatjátékot. Hát akkor nem mondjuk már azt, hogy 15 éves korban lezárul ennek a képzési menete. Hát a bérközés tevékenység 98%-a az labda játék. Hát nehogy már ne lehessen a labda játékon javítani bármikor is, még 40 éves korba is. Nézzük tovább. Mint ahogy mondtam, az UEFA megmondta világosan 95-ben, a játékosok képzése felkészítése a futball probléma megoldásán keresztül történjen, és ne a játékos biológiai fejlődéséből vezessük ezt le. Erre majd mutatok példát, hogy mekkora baromságok jönnek ki abból, hogy amikor a játékosok biológiai fejlődéséről vezetjük le a képzési anyagot, illetve jövünk ezzel a baromsággal, ezzel az aranykorral. Egyébként erre az aranykorra rátérve rátér, ezt, ezt még soha senki, soha senki sem bizonyította be tudományosan, hogy mi van akkor, ha egy csoport a organikus fejlődés időszakában intenzíve vegyzést kap egy adott területről, és egy kontrollcsoport meg nem kap. Senki nem bizonyította be, hogy az a játékos komolyabb karriert fog befutni a labdarúgásban. Hiszen a futballban az a gyors játékos, aki jó időben van jó helyen, vagyis a játékot kell érteni és olvasni. Tehát nem fizikummal kell legyőzni a másikat. Egyébként pont a napokban volt a Nikolicsnak egy nyilatkozata, ami pont erről a történetről szólt. Hogy ő nem volt se gyorsabb, mint a másik, se ügyesebb, csak olvasni kellett a játékot, hogy jó időben legyen jó helyen. Nézzük tovább, a baromságok most fog majd fokozódni. Mindenki abban gondolkodik, amiről ismerete van, hát most bemutatjuk, hogy kinek miről van ismerete nézzük az első tételt, Tajti József és a kognitív képességfejlesztés aranykora. Tajti József megnézte a gyermek organikus fejlődését, ezen az ábrán az organikus fejlődés van, és a piros, piros grafikon mutatja azt az évet, ahogy az idegrendszer mozgástanulása fejlődik. Hát Tajti megállapított, hogy az idegrendszer ekkor fejlődik a legjobban, mit tudom én, 6 éves kortól, tehát miután a gondolkodás és a döntés is agyi munka, ezért úgy gondolta, hogy 6-8 éves korban már lehet versenyszerű gyakorlatokat csináltatni a játékosnak. Tehát például úgy csináltat meg egy egy elleni játékot, hogy a játékos még egy rohadt cselt se tud. De nyomás alá helyezi, hogy amit nem tud, azt ne is tudja végrehajtani, megtanulni. Na most kit kitalálta erre a nyomás alatti gyakorlatokat, és ezzel nagy sikert adott a magyar labdarúgásban, és megállapította, hogy a döntés gyorsasága, a gondolkodás gyorsasága, ha ekkor nem fejlesztjük, akkor megint elszaladt az aranykor. Na most nézzük a tételeket. A gondolkodás gyorsasága az azt jelenti, hogy az információ földolgozás sebessége mennyi, illetve az információ rendszerezés sebessége mennyi. Na most ez már látható, hogy ez játékolvasás függő, hogy hogyan rendszerezem az információt. De hogyha elmerülünk az információ tartalmában is, a játékos elsőnek optikai jeleket vesz részre a pályá, amelyet ő alakít információvá. Ami szintén játékolvasás függő, hogy melyik optikai jelből lesz információ, és melyik információt kell feldolgoznia a játékosnak. Tehát az a tézise, hogy az idegrendszer ekkor fejlődik a legjobban, és ekkor lehet a gyorságot, a gondolkodás gyorságát fejleszteni, ez itt már helyből eldőlt. Na most a döntés sebességére is ugyanezt mondta Tajti József, mert ugye keveri egyébként ezeket a fogalmakat. A döntés sebességére azt állította, hogy a döntés sebesség ekkor fejleszthető legjobban, ha ez az aranykor elmúlik, akkor sajnos nagy, nagy hátrányba kerültünk a külföldi játékosokhoz képest. Azonban a döntés sebessége az algoritmus függő. Tehát attól függ, hogy mit mondok a játékosnak. Én azt mondom neki, hogy arany barátom, érde a labdát ér elsőnek és rúgt fenékbe, az hát a játékos az életben nem fog lassan dönteni. Hát egy alternatívája van, és az villám gyorsan dönti. Vagy azt mondom a szélső védőnek, hogy arany címborám, ahogy tudsz, kerüljél labda vonala elé, hát az a játékos nem fog lassan dönteni. Az gyorsan fog dönteni, mert egy alternatívája van, neki menni kell labda vonala elé. És ez nem annak a függvénye, hogy ő 6-8 éves kora közt milyen edzést kapott az edzőjétől. Nézzük a másik barmot. Hát a másik Baron Pári Sándor, aki a legnagyobb károkozója a magyar futballnak, több ezer rossz edzőt képzett már tf is, illetve az edzőképző keretén belül is, ő az állóképesség fejlesztés aranykorából vezette le a képzési módszertanát. Az állóképesség időszaka, mindjárt mutatom, zöldel van berajzolva, ez, ez a nyíl, vagy ez a grafikon. Pári Sándorék megállapították, hogy 6-10 év között kell fejleszteni az állóképességet, hiszen akkor van az aranykora. Na most erre kitalálták, hogy akkor a heti három edzésből egy úszóedzésnek kell lenni, vagyis Pári Sándor megalkotta a legjobban úszó labdarúgó képzési koncepcióját, mert ő úgy gondolta, hogy három edzésből egy úszóedzés kell lenni, vagyis három év alatt egy évet úszatta a játékost az persze nem zavarja, hogy egy 1200 labdaérintés, egy hónapban majdnem 5000 labdaérintés kiesik, az egy évre vetítve már 60 ezer labdaérintés, három év alatt számolva az már 180 ezer labdaérintés, ami kiesik a képzésből, az őt abszolút nem zavarja. Ő úszatni akar a játékos, hogy legyen jó állóképes játékosunk, aki majd üldözi a labdát. Hiszen a Puskás Akadémia működött labdarúgó módszertani központ meg pont ezt az elvet tette magáével, hogy fordítva gondolkozzunk a futballról, vagyis ne labda labdával játszunk, hanem labda ellen. Na most ez a fajta képzés, ez a kettő pont szinkronban van. Egymásra, mi szerint ragyogó úszó labdarúgókat képezünk, akik mindig csak szaladgálnak a labda után. Nos, hát így működik a baromságoknak a négyzete Magyarországon. A következő dián azt mondja az MLS, hogy mindenki abban gondolkodik, amiről ismerete van, mondja Sányi Sándor és megállapít sikerkritériumokat. Hát az edzőképzés sikerkritériumai, hogy a sportszakember képzések száma mennyi. Na most ebbe aztán az edzőképző bele se tud bukni. Tehát csak meghírettem a, szak a, 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 tanfolyamokat, aztán mindegy, hogy barmokat képzek, meg vakokat, az nem zavar senkit, de statisztikailag meg lesz, hogy, hogy 100 tanfolyamon képeztem 3000 vakot. És akkor statisztikailag meg van, sok, sok szakembert képeztem. Az, hogy esetleg Gőze nincs a fociról, hát ez senkit nem érdekel. Na most, ha esetleg az én irányvonalamat néznék meg, aki futballgondolkodókba gondolkozik, akkor nála milyen mérőszámok lennének, hogy futballteoretikusok száma mennyi lett a képzések után, kiadott szakkönyvek száma mennyi lett, mennyi innováció lett a labdarúgásba, szakmai napok, vitaforumok száma mennyi volt. Mert ezek, ezek azt mutatják, hogy esetleg volt értelme a képzésnek. De hát most jelenleg ott tartunk, hogy totálisan semmi értelme ennek a képzésnek, mert nézzük meg a három blogger barátunkat, akiknek a gondolkodását nem befolyásolta az aktuális edző tudása, ezért tudtak jó szakkönyvet írni. De hát a mi edzőinket átképzik, mert a józan paraszti ész okán, a magyar nyelv okán, ő rendszerelvűen, holisztikusan képbe gondolkozna. Na most ezt természetesen átképzik, holisztikus futballgondolkodásról nincs szó, rendszerelvű futballgondolkodásról nincs szó, képi futballgondolkodásról nincs szó, ezek nem is szerepelnek terminológiailag az edzőképzése, és képezzük a futballbuta edzőket, akinek még kérdéseik sincsenek. Tehát kérdéseik sincsenek, amire ő választ keres, hanem ő kijön egy C-szintű képzés, és azt hiszi érti a futballhoz. Na haladjunk tovább, megkezdek már ideges lenni. Nézzük a működési zavarokat a nem tudásokán. Alaphelyzetben úgy kéne működni a dolog, hogy az edzőképző megalkotja a játékmodelljét, ahol összefüggés rendszerében megvannak az alkotó elemek. Tehát az nem alkotó elem, hogy futball áll technikából, taktikából, erőlétből, mert ebben az esetben nincs összefüggés egyik között és a másik között sem. Ha megvan ez a játékmodell, akkor értelemszerűen a videóelemzés erre a játékmodellre kérdez rá csapatjáték analízis során, és az adatelemzés is erre kérdez rá a játékmodell alapján az adatelemzés során. Ebből kifolyólag az edzőképzőnek fölülre rendeltének kéne lenni a videóelemző elemző részlegnek, de mi van ma? Ma az van, hogy a fölé rendeltség helyett mellé rendeltség van. Ennek következtében filozófiai értelemben a videó elemző részleg mást oktat, mint az edzőképző. Na most, ha esetleg van olyan edző, aki elment videó akkor szembesül ezzel a problémával, de ha nincs, akkor erre senki nem fog rájönni az ég világon. Nézzük egy példát erre. Vegyünk egy négyütemű motort. A négyütemű motor úgy működik, hogy szív, sűrű, gyújt, kipufog. Ez a modell, ami leírja a motornak a működését. Értelemszerűen, ha a motor működésének modelljéből vezetem le a módszertani kérdéssoromat, akkor az úgy néz neki. Megvan-e a szívás utáni állapot? Ha nincs, akkor ott a hiba. Megvan-e a sűrítés utáni állapot? nincs, ott a hiba. Megvan-e a gyújtás utáni állapot? Nem? Akkor hopp, a gyújtórendszerben van a hiba. Na most nyilvánvaló, hogy ez a működési modell, ez totálisan alkalmatlan a bal oldalon látható elektromos autóra. Mert végül is autó mind a kettő. De hát a működési módja más. Ha más a működési módja, más a leíró modellje, akkor más lesz a módszertani sor. Hát a elektromos autónál első kérdés az az lenne, hogy van-e töltés az akkumulátorban? Kettő. Ha van, kialakul-e a villanymotornál a forgómező? És így tovább. Tehát nyilvánvaló, egyik sem kompatibilis a másikkal. Miközben autóról beszélünk mind a két esetben. Na most az mls ennyire okos emberek dolgoznak, hogy még ez se tűnik föl nekik, basszus. Ez se tűnik föl nekik, hogy, hogy vakvezet világtalan. És akkor rám mérgesek, mert én fölhívom a figyelmet arra az anomáliára, ami, ami a működésükben van. Kérném még a kitartást a tisztelt nézőbe, mert a csattanó, mint mondtam, a végén fog követni. Csányi úr, ön szerint <kül> átfogó futballgondolkodást ad-e, az edzőképző azt mondja meg, hogy mikor mit kell csinálni az edzésen, és mindezt a gyerek biológiai, pszichológiai, pedagógiai fejlődésébe vezeti le. A magyar edző alkalmas-e bármilyen stílus leoktatására akkor, ha nincs is stílusedzőképzés? Hogyan lehet stílust kialakítani adott klubnál, ha még a fogalmat is rosszul definiálják az edzőképzésen? Ha összekeverik a stratégia, a taktika, a játékkoncepció, a játékrendszer felállási forma, a játékszerkezet fogalmat a stílussal. Én 2004-ben végeztem a edzőképzésen, a stílus terminológiaról még csak nem is hallottam. Szóba se került az edzőképzésen ez. Én mit tegyek? Honnan jutok információhoz ebben a témában? Mezei György 2013 környékén vezette vissza ezt a stílus terminológiát az én nyomásomra, Azonban ő, ő, nem kiinduló pontként, az edzői gondolkodás kiinduló pontjaként, hanem csak egy olyan kis mellékterméként hozta be a rendszerbe. Ha nem mindegy, hogy a palacsintába kell te is, vagy azt mondom, hogy a te egészség. Nem mindegy. Azt mondja ez a stratégia anyag, hogy az edzőképzésnek erős gyakorlati támogatást kell adni. Ezzel megint kitermeljük a futballhoz, a hiba az nem értő, és gyakorlatban gondolkod edzőket, ami a futball szakma legalja. Még van egy szint ehhez képest, de ez az utolsó előtti legalja szint. Lásd az U17-es válogatottat, ahol a, a futballhoz nem nagyon értő Belvon Attila egy funkcionális utasítást képtelen volt adni a csapatának, amit esetleg a csapatjáték javulna. Ez mind azért van, mert nem értünk a futballhoz. És a klubfejlesztési osztály hiába kamerázza be a pályákat, hiába kamerázza és ellenőrzik az edzéseket, hát megállapíthatatlan, hogy mikor az edzés, Hát én sétáltatom a játékosokat egy óráig, és lehet, hogy többet tanulnak, mintha kirakom a csili-vili bójákat, és tartok egy hiper-szuper edzést, csak éppen semmit nem tanul a játékos. Egy óra alatt. Elnök úr, sajnos azt kell, hogy mondjam, önt nagyon-nagyon becsapják. Az óránál fogva vezetik. Azt mondják önnek, hogy a képzés a magyar futball tradícióra épül, de a magyar tradíció eszmerendszere nem tananyag. Ezt rá a Fórián Zsolt. Rendszerelően gondolkodó edzőket kell nevelni, mondja Balci Robert, de a labdarúgás rendszerelmélete nem tananyag. Folyamatokat kell generálni, de az edzőképzésen a folyamatmodellezett modellezett a képzési rendszere nem tananyag. Tehát Balci Robert az csak mondogatja ezeket a lózungokat, annyi analógiás képessége sincsen, hogy rájöjjön, hogy az egyik területen működik, hogy folyamatokat kell generálni, hát ez a másik területen is működik, mi szerint labdarúgó Labdarúgó képzés esetén folyamatokat kell beindítani és fenntartani. Minden korosztályban. Ez a képzés ráadásul korosztályfüggetlen, mert ez a tudás szinthez rendeli az oktatási anyagot, és nem az egyes korosztályokhoz. Ebben az esetben dettó mindegy, hogy az ember az edző, óvodásnál edző, vagy válogatottnál. Blasz egybe, vagy MB egybe, profiknál, vagy amatőröknél, lányoknál, vagy fiúknál, dettó mindegy. Mindenhol folyamatot kell beindítani és föntartani. Ehhez viszont a folyamatmodellezést kéne ismerni. Amit egyébként Barci Robert fölismert egy másik területen. Csak képtelen adaptálni analógiás gondolkodásának hiánya okán egy másik területre. Ide is írtam, hogy 49 vessük össze az egyel. Tehát a 49 aspektus, amelyet a biológiai érésből levezetett képzés mutat, vessük össze az egyel szemben amelyet a folyamat modellezett kérdés mutatna. Tudás megosztásról papolnak, miközben a tudók felismerése sem megy. Haberok, buli, Barátok vannak a rendszerbe? Ha Barci Robert az önéletezában leírt, hogy öt évig dolgozott pénzügyi vonalon. Hát én nem lennék meglepődve, ha az OTP lett volna ez a pénzügyi vonal. Azon se lennék meglepődve, ha esetleg ezen ismeretokán került volna ejtőernyősként az MLS szövetségi élére. Mindenhol a barátok vannak, Szabolcs és Hajdú megye, barátokat oda vettük, csak hát észt nem adnak a kinevezés mellé. Ez a probléma az egészben. Szakvai viták fontosságáról beszél Barci Robert. Miközben az edző ki sem tudja fejezni gondolatait. Lásd az előadásokat. Tekintettel arra, hogy labdarúgó szakfogalmak sincsenek definiálva. Egyébként az MLS komplet szakmai stábját, én 50 edzőt hívtam ki szakmai vitára, egy hát nem, nem reagáltak rá. De, de a szakmai vitákról beszélünk. Egyébként nem tudom, hogy lehet a szakmai vitát folytatni, ha a kredites képzések nagy része az webináron keresztül zajlik. Semmire nem reagál a szövetség. Föltettem egy szakmai kérdést a döntésről a fóriánéknak, nem is válaszolnak a levére. Hát akkor a királyok ők, akkor a királyok ők, pusztítják a magyar futballt, az közben akkor a királyok, hogy levére nem válaszolnak. Elnök úr, önt most módosítok, és a double pass is becsapják. Önök vakon beszopják a double pass értékeléseket, és akkor majd most megnézzük majd a magyar futball valóságot, hogy mi, mi az. Azt mondja a double pass, illetve az MLS vitanyaga. A pre-akadémiai korosztály alapvető készségbeli hiányosságok kerülnek az akadémiához. Hát nyilvánvaló, hogy hiányosságokkal kerül oda, hiszen az elemesz elnöke megmondta, hogy aki akarja, az képzi magát. Hát, már pedig az alsó korosztály Lehet, hogy nem akarja képezni magát. De az is lehet, hogy akarja képezni magát, csak éppen nem, tud, nem jut futball gondolathoz. Mert egy gyakorlattár van az összes labdarúgó szövetség weblapján. Tehát 13 év uralkodással ennyit sikerült elérni, hogy semmiféle tudáshoz nem lehet hozzájutni az MLS weboldalán. Nézzük tovább. A legnagyobb elmaradás nem a 14 év felett van. A felkészítéssel van ezeknél a játékosnál, hanem a 6-14 év közötti időszakban. Az, hogy a Double Pass. A Double Pass belga tanácsadó cég azt állapította meg, hogy az akadémiákon jó munkafolyik, de az alapanyag rosszabb minőségű, mint a nyugat-európai akadémiákon. Nos, most jön a csattanója a jelen levelemnek, vagy a prezentációmnak, és megnézzük, hogy az akadémiákon milyen munka folyik. Milyen a magyar akadémiai valóság? Két éve kaptam ezt a levelet, most tudtam beintegrálni ebbe a prezentációmba, és nézzük meg, hogy az, aki élő résztvevője volt ennek az akadémiai képzésnek, ő mit mond. Ide kerültem az állami akadémiára, nagy reményekkel vágtam bele ebbe a kalandba. Tényleg úgy jöttem ide, hogy a lehetőséget megragadva a lehető legtöbbet szeretnék fejlődni, tanulni, edzőket megismerni, magamba szívni, amit csak lehet. Mivel bent kell lenni a létesítményben 8 órát, ezért van egy csomó időm. Ezt kihasználva ki tudok menni szinte az összes csapat edzésére, a fiú U12-től az MB3-on át a felnőtt csapatokig. Gyorsan rájöttem, hogy én vagyok az egyetlen itt, akit érdekel is, mi zajlik más korosztályoknál és csapatoknál. Azt kell, hogy mondjam, hogy túl magasak voltak az elvárásaim. Nem fogok mellé beszélni, arcúl csapott a magyar futball valóság. Amit itt tapasztalok, az olyan szinten lesújtó és kiábrándító, hogy nem is tudom szavakba önteni. Szakmai szempontból nemhogy nem találtam olyat, akitől tanulni tudnék, hanem nekem kell rendet tennem itt, UFA-a, meg b kollégák fejében. Na, leszeneked neked a kiváló edzőképzés. Érdekes, hogy aki benne van a rendszerbe, az mást lát. Nulla, azaz nulla profizmus. összefüggés összefüggéstelenül terveznek edzéseket gyakorlattárakból. Hát itt van az MLS-nek a jó munkája, van gyakorlattár, tudnak gyakorlatokat tervezni az edzők, hasonlítésszerűen és összefüggéstelenül. Na most ebből milyen futbalista jön ki? Hát szar. Semmiféle elhivatottság és alázatta teljes hiánya. Ez az egész. Egy déli Mindenki beleszarik a munkába. Minden a megúszásról szól. Úgy látszik, a double pass is sikerült átverni, mert erre nem jött rá a double pass, ő azt mondta, hogy jó munka folyik az akadémiákon. A vezetőktől, az úszósó assziszt edzőik, mindenki csak a látszatra ügyel, de arra kínosan. Mindenki csak úgy tesz, mintha elhivatottan dolgozna. Hát körülbelül így működik ez az akadémia, de azért nincsenek vége még a gondolatoknak, haladjunk tovább. Heti két szinte teljesen felesleges értekezetünk van, ami nem szól semmiről. Hát ha nincs gondolat, miről szólna? A felszkészülés kezdetén úgy kaptam meg a csapatot, hogy használhatatlanok voltak a játékosok, mert szét voltak edzve. Az edzők végtelen impotenciái miatt átvették a hatalmat az erőléti edzők és az elemzők. Nekik mindent lehet. Beülnek és közlik, kinek mennyit kell futni, de az edzéseket nem nézik meg. Futball problémában senki sem gondolkodik, nem is látják, mit kéne tenni. Az első héten összeveztem az erőléti edzővel, mert konkrétan nem tudtam csapatedzést tartani. Annyira használhatatlanok voltak a játékosok. Ebben a korosztályban 13 keresztagalak szakadás történt egy év alatt. És senki sem kérdezte meg, hogy nem kéne ezzel valamit kezdeni? Az MLS siker receptjében, mint mérőszám, mint index, nincs ott, hogy hány keresztalakszakadás szenvednek a játékosok. Tehát erről, erről nem jut föl információ, hogy a baroméről léti edzők széthajtják a játékosokat, és a biológiai érettségből levezetett képzési rend mentén lepusztított embereket végeznek, vagy csinálnak. Hát egyébként el tudom mondani a saját példámat. Aki abban az időszakban nőtt föl, amikor gyakorlatban működött, Pári Sándor legjobban úszó labdarúgó kérdési koncepciója. Heti három edzésem volt a rudasfürdőbe, utána dinamikus láverőfejlesztés volt az edzésen a tornateremben. Az úgy zajlott le, hogy a barátomat a hátamra kellett venni, felszadni vele az első emeletre, majd a barátomat az ölembe venni és visszaszaladni vele a földszintre. Na most az, hogy utána nem tudtam hazamenni, hát az senkit nem érdekelt az égatta világon. Az, hogy 12 éves koromban műteni kellett a térdemet, hát kit érdekelt ez a kérdéskör abban az időben? Nézzük tovább a történetet. Azt mondja, hogy aztán jött az UEFA licences egyéni képzőnk, aki konkrétan vállalhatatlan stílusban tart orbitális hülyeségeken alapuló edzéseket és itt UEFA alicentes edzőről beszélünk, hát milyen barmokat képzett az MLS edzőképzője, kérdem én. Ahol egy másik embernek, aki olvasta a könyvem, azt teszi tisztába más gondolatait. Hát miféle, miféle, futballbutítás zajlik ebbe a futballba, majd utána csodálkozunk, hogy hát nincs a rendszernek összhatása, hát nincs eredmény. És akkor majd megszólal Barci Robert úr, akinek a mondataiból süt, hogy még a szurkolói szint Alatt is tud nyilatkozni, mert annyira nincs lövésese arról a szakmáról, amiről elvileg még papírja is van. Még álltak volt MB3-ban is edző. És ő a szakmai első ember. Hát őrület van ebben a magyar futballban. Vakvezet világtalan. A játékosaink le vannak szarva. Senki nem foglalkozik a 290 percen kívül velük. Nem ismerik egymást az edző és játékosok. A héten sírva keresett meg egy játékos, magánéleti problémáival. Megnyomorított lelki állapotban, nulla önbizalommal. Az akadémia tervszerűen tönkreteszi a saját játékosait. Nekem már nincs több kérdésem, miért nincs a magyar futballban nemzetközileg és piacképes játékos. Mert kiírtjuk őket. Itt annyi, de annyi tehetséges játékosa találkoztam. Igenis lehetne jó magyar futball, csak az edzők alkalmatlanok erre. Hát akkor én megkérdezem Csányi Sándor urat, hát miért alkalmatlanok erre az edzők? Talán az edző képzés rossz? Vagy esetleg az elnök úrnak a súgói rosszak? Vagy esetleg mindenki lát a futballból, amennyi ismerete van róla? Hát mert nyilvánvaló, ha rossz a stratégiai program, akkor akik összeállították, annak kevés ismerete van róla, amiről egyébként stratégiai programot rakott össze. Nézzük tovább. Folyamatosan hallgatom a kollégákat az kifogásokról. Nincs már tehetséges játékos. Ezeket már nem lehet megtanítani semmire, a nevelőegyesületéből hozza a lemaradást, stb. stb. Na most akkor, ha nem lehet megtanítani, hát akkor minek vesznek ilyen barmatod akadémiára edzőnek? Hát azért nem kell fizetni embereket millióért, hogy ne tudja megtanítani. Most gondoljuk el, oda megy az alulképzett játékos, és akkor az edző már nem tanítja, mert hát esélytel dolog nem lehet megtanítani. De majd erre is mondok egy ellenkező példát, hogy mégse így működik ez a dolog. Simán lemondtak a legtehetségesebb játékosról, aki egy full hátrányos helyzetű közegből jött, és berakták az elvárások és szabályok közé. Majd nem tönkretették, és abba akarták, akkor abba akarta hagyni a focit. Eltűntem járt edzésre. Én egy hete nyomozok utána, hívogattam, könyörögtem, hogy ne adja fel. Ma jelentkezett, Meggyőztem. Ha nem vagyok itt, ez a tehetség is elveszik. Azt mondja a labdarúgó kolléga. Fizikailag visel meg, ami itt történik. Végtelenül nagy csalódás ez az egész. Mondja egy államilag kiemelt akadémiára, amely 100 milliós költségvetéssel dolgozik, és lehet, hogy majd benne lesz abban a szuper akadémiában, amelyik már milliárdos költségvetési állami támogatást fog kapni, mert lesz a 10 szarból csinálnak négy másik szart, és akkor abból fogják képezni a játékosokat. Azt mondja a kollega, viszont már most nyilvánvaló számomra nem szeretnék ebben a rendszerben sokat eltölteni, mert felemészt. Tudás ellenes, és szellemiségében úgy működik, mint a rákosi rendszer. Kész, kezet mos. Összekacsint mindenki, és vigyázva őrzik, nehogy kiderüljön, mekkora hazugság ez az egész. Egy nagy patyomkinfalu falu ez az egész ami a magyar futballban van. És mindezt csinálta a Magyar Labdarúgó Szövetség. De hogy folytassak egy további rövid történettel, van egy edző kollégám, aki Bari néven publikál a futballtrainer.hu oldalra rendszeresen, és amikor megkérdeztem, hogy te mondd, miért nem mered fővállalni neved? Akkor azt mondta, hogy azért, mert az akadémián megbélyegeznék, azonnal kirúgnák, hogy ő gondolatokat mert közel, közölni a futballfélműveltek világába, hogy esetleg megvilágosodjon. Na most így működik a rendszer, amikor a futballsuttyók leuralják a közbeszédet, és többségben vannak a futballgondolkodókkal gondolkodókkal szemben. Nos, ha valakinek van hasonló története, írja meg. A mezőbe. Ha nem, akkor a ferenciatilla Attila 59 gmail.com címen keressen meg, és ha összegyűlik egy nagyobb anyag, akkor le fogom közölni, hogy milyen a magyar futball valóság, hogy mennyire torz képe van az MLS elnökségének arról, a semmiről, ami működik a magyar élmezőnyben. Nos, összegezzük a dolgokat. Az MLS-ben és az akadémiákon a szakértelmet lojalitással pótolják. Az edzői elbeszélésben tisztán látszott, hogy itt mindenki úgy tesz, mintha dolgozna, miközben valójában semmi nem történik. Itt Rossi válogatottjával takarózik a magyar labdarúgás, mert ezen kívül és az infrastruktúra fejlesztésen kívül, illetve az MB1 stabilizálásán kívül itt semmi nem történik. Ami pénzzel megoldható, az megtörtént, de hát valami tudással oldható meg, tudás már pedig nem került a rendszerbe. Az MLS abban a tévképzetben van, hogy hivatali kinevezése mellé tudás is párosul. Nos, ez nem történik meg. Tehát a, 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 azok, akik ma az igét hirdetik, azok eddig nem tudtak semmit a futballról, hiszen csak a kinevezés okán próbálták azt írni, hogy tudnak valamit. És ami megjelent oktatá vagy nyom, nyomtatási anyagban, ott látszott, hogy, hogy valójában ugyanazt a szart rágják körbe, amit előző edzőképző vezető, kivétel a sisa, aki döntésképesség fejlesztésről beszél, illetve játékos egyéni képzésről, egyéniség kérdésről. De valójában semmi nem történik. Na most még visszatérve az egyes ponttal, ahol azt írt, hogy a szakértelmet lojalitással pótolják, hát akkor a lojalitásról elmesélném az én történetemet, hogy mikor kinevezték Barci Robertet, akkor a felnőtt igazgató, sportigazgató Barci Robert és az igazgatója fogadott. Na most ahelyett az lett volna normális, hogy úgy fogadnak, hogy de örülünk, hogy látunk, milyen könyvön dolgozol, mit tudnánk segíteni, hogyan tudnánk esetleg a képzésbe belevenni bizonyos gondolatokat, nem ezzel fogadtak. Azzal fogadtak, hogy morálisan pusztítom a magyar labdarúgást, belemarok mindenbe, nekem semmi se jó, elviselhetetlen a stílusom, tehát ezzel fogadtak. És azt mondták, ha majd esetleg csendben maradok, akkor esetleg majd beszélhetünk bármiféle együttműködésről. Azonban, amint látható a dolog nem jött össze, mert egyrészt nem maradtam csendbe, másrészt irritál az a fajta butaság, az a nem törődömség, az a tudatlanság, ami süt az MLS szakmai vezetőivel. Nézzük tovább. A rendszerben, amint látható az előző edzői levélből, nincs minőségi minőségbiztosítás. Még a double pass-t is átverik. Hát azért, mert egy két napot elemezni a double pass Hát ezt bemutatják a patyonkin falut, és akkor lá úgy látszik, mintha minden jó lenne. Már pedig, nincs jól. Hát látható, hogy 13 éve nyüglődik az MLS szakmai fronton. Egy métert nem tudott előrelépni. Az MLS-nek az a legnagyobb problémája a személyemmel kapcsolatban, hogy miért pont az egy edzésen, amit én mondok. Na de hát akkor a buták, hát én még egy könyvem nem szól arról, hogy mi legyen edzésen. Hát minden ködvem vagy a futball gondolkodásról szól, vagy arról, hogy melyik stílus hogyan kell működésbe hozni, vagy hogyan működik egy adott stílus. A barcelonától kezdve, a márvelyik féle stíluson át, a vánhál féle stílusig, a magyar tradíció eszmerendszer, stb. Tehát egy könyvem nem szól arra, hogy mi legyen edzésen. És ők közben behozonosítják ezzel. Mert ez egy nagyon jó indoká, de, de hát ők annyira sötétek, hogy nem, hogy a könyvem nem olvast el, hát a könyvemnek a címét se ismeri. De szövegnek nagyon jó. Hogy miért pont azért, amit te mondasz? Mert így legalább ki lehet rekeszteni a másikat. Nos, ne feledd, mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen. Márpedig ilyen közegben, amit az MLS megteremtett, hát ebbe elég nehéz nem dühítőnek lenni. Ebben a működés nem üdítő. Ebbe a működés szenvedés. Mert, mert nem, hogy, nem, hogy tisztánlátást közöl az MLS, hanem az zavart fokozza az edzői agyakban. Nos, ne feled élő és online tanfolyamokat tartunk, futballtizet.hu per oldalon. Nem sokára fog felkerülni a folyamat és képmodellett labdarúgó amelynek előfizetés után érhető el a oktatási felülete. Fontos! Ne feledd, tilos jelen prezentációt, vagy annak részeit a szerzőírás engedély nélkül bármilyen formában vagy eszközre reprodukálni, terjeszteni, oktatási célokra felhasználni. Iratkozz föl csatornánkra! Lájkold be a előadásunkat, a kommentmezőbe ír le véleményedet, és ha esetleg hallottál valami szörny történetet az akadémiákról, akkor légy szíves közöld velünk. Hogy úgy gondol, tanultál valamit, az alábbi számon? támogatható tudás megosztó munkánkat. keresd meg a futballtrainer.hu oldalt, mert ott esetleg minőségi szakanyagokhoz juthatsz, mindegy az mls mindenre nem kerülhet sor. A futballszakkönyv.hu oldalon minőségi labdarúgó szakkönyvekhez juthatsz hozzá, és végül köszönöm a figyelmedet, találkozunk következő videóban, viszlát!